Szeptemberben ismét nőnek a pedagógus bérek, jelentette be a köznevelési államtitkár. Most 3,4%-kal emelkednek a fizetések, ami 3 és 15 ezer forint közötti összeget jelent. Közben az egyik miskolci gimnázium tantestülete levélben hívta fel a kormány figyelmét, hogy szerintük veszélyben van az oktatási rendszer. Szerintük bizonytalanság, elkeseredettség és sokszor apátia uralkodik a tanári szobákban. Hozzátették, az, hogy vannak még jól működő iskolák, az kizárólag a tanárok lelki ismeretességének köszönhető. Mendrei László a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Még egy kicsit visszamennék a mai sajtótájékoztató előtti időkben, nem sokat, csak 6 napot. December utolsó napjaiban hirdették meg az összefogást a pedagógusok az egészségügyben, az oktatásban, a szociális ágazatban lévőkkel együtt, de miért, vagy milyen típusú összefogásra gondoltak? Hát ennek az összefogás kezdeményezésnek, hiszen ez még ez egy kezdeményezés, nevet is adtunk közel, Emmi Mostoha Gyerekei. Tehát itt alapvetően mi az... Ez a nevük, hogy az Emmi Mostoha Gyerekei? Mostoha Gyerekei, így volt. Ennek a sajtótájékoztatónak ez a szlogenje hívószava, és hát annyira úgy tűnt, hogy bejött, hogy ezt talán ezt meg is tartjuk. Ez egy munkacím, vagy munkanév egyelőre. Hiszen azt látjuk, hogy az egészségügy térden van, a szociális ügy padlón még ki nem múlt ugyan, de szerintem az agóniáját éli, és hát az oktatásügy is látható módon igen súlyos válságban van, annak ellenére, hogy itt éppen az előbb számolgattam, 1000 milliárdokat költünk most már a klikken keresztül az oktatási ügy, és mégsem érünk eredményt. Azt gondoltuk, hogy ezeknek az ágazatoknak, akikre kevés figyelem jut, hiszen számtalan segélykiáltás, számtalan jelzés hallatszik, illetve küldünk el a minisztériumba, a válasz minden esetben az, hogy de kérem szépen, most kaptak az orvosok, most kaptuk a pedagógusok, és meg nem tudom kicsodák, a szociális talán még nem, de fizetésemelést is ezzel, mint hogyha az egész el lenne rendezve, azt gondoljuk, ez egy súlyos terelés, az egész problémának a lerázása. Ez fontos, mert ugye ma történt a bejelentés, hogy akkor Cunyiné Bertalan Judit részéről, hogy a szeptembertől ismét nőnek 3,4%-kal a pedagógus bérek, tehát akkor ez 2016. szeptembere, amit most január 6-án már be kellett jelenteni, és ez mennyit jelent majd, de hát ugye ez nem egy mostani döntés, hanem ami így előre el volt határozva. De mondjuk a Fidesz közlemény ezzel kapcsolatban úgy kezdődött, hogy a baloldal az utcára tette a pedagógusokat, a Fidesz pedig megbecsüli és magasabb bért ad nekik. Akkor ezek szerint nem a béremelésről szól ez a bizonyos Emmi Mostoha Gyermekei segélykiáltás. Hát erre a Fidesz közleményre azt mondom, hogy becsüljön meg akkor téged a Fidesz, hogyha ezt ők megbecsülésnek gondolják, mert ez mellé az úgynevezett megbecsülés mellé, hogy kaptunk olyan pedagógusokra beszélek, olyan munkaterhelés növekedést, hogy a faladja a másikat, tehát itt ezért szó nincsen arról, hogy itt ez valódi béremelés lett volna, inkább valami bérkompenzáció, de nem a pedagógusok nyavajája, fizetés körüli mizéria az elsőleges az oktatás ügyben. Nem csak erről beszélünk akkor, amikor szót emelünk, hanem minden esetben elmondjuk, hogy maga az oktatási rendszer van bajban, maga az oktatási rendszer van válságban. Az a politikai akarat által kikényszerített, hát reformnak mondják, a reform szóról megtanultuk itt az elmúlt 25 évben, hogy általában inkább a kifordítottját kell érteni alatta, tehát legyen ez a szabályozás szerinti reform, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket annak idején, amikor az egész elkezdődött. Ugyan véleményünket nem kérték, de mondtuk, hogy nem lesz jó, rossz az irány, tessék utána gondolni, tessék le, beszéljük meg, itt vagyunk, mi? Szeretnénk, tehát, amikor azt mondjuk, hogy a reformok rossz az iránya, mi az, ami, ha mondjuk egyet kell kiemelni, akkor azt mondja, hogy ez a legjobb példa, hogy bebizonyítsuk, hogy az irány rossz. Hát egy példa nem elég, oktatás szerkezete például. Az oktatás, ez mit jelent, hogy oktatás szerkezete? A fenntartás szerkezete, hogyan működnek az iskolák, hogyan működik a klik, ki, hogyan választották el a fenntartást a működtetéstől, hány órát ugye megjelent az OECD jelentés, amiből kiderül, hogy a magyar gyerekek az OECD vizsgált országokhoz képest kevés óraszámban tanulnak, ugyanakkor viszont tudjuk, mi mindannyian szülők, pedagógusok, hogy a magyar gyerekek óriási leterheltségben vannak. Ez azért van, mert az OECD vizsgálat egy bizonyos dolgot nem vett figyelembe, ami mi nálunk azért rendszer van, az úgynevezett választható és a kötelezően választandó anyagnak, óraknak a száma, ilyen az informatika, ilyen a különböző kézműves dolgok, tehát mondjuk az életmód órák, tehát ezek kötelezően választandók, ezek benne vannak abban a tananyag mennyiségben, és ez eredménye
eredményezi azt, hogy például elsős gyereknek előfordul, hogy 8. órában van, délután testnevelés órája, és előfordul az, hogy 7. gyereknek heti több mint 30 órája van. Ez elképesztően sok, és elképesztően sok nagy mennyiség az a tananyag, amit el kell sajátítani. Mi azt mondjuk, hogy csökkenteni kell az órák számát, és jelentősen csökkenteni kell a tananyag mennyiségét. Nem a mennyiségre kell törekedni az oktatás átadásakor, a tananyag átadásakor, hanem a minőségre. Ezt ebben a tempóban, ebben a szerkezetben nem tudjuk megtenni, nem a mi hibánkból. Erről szól most a miskolciak levele is? Hajszál pontosan, így van, olvastam. Tehát csak egy mondatot idézek, ez a követeljük, hogy a jelenlegi reformoknak nevezett akciókat azonnal függesszék fel, még társadalmi szakmai konszenzuson alapuló közös nevezőre nem jutunk. Hát így van, nagyon fontos, hogy a szakma civiljei is fölébredtek, most már névvel, aláírással vállalják egyre többen ezt a véleményüket. Bármelyik iskolába bemehetnénk, mindenütt hasonló problémákkal találkozunk. Régóta mondom gyakorló pedagógusként, hogy nincs elégedett pedagógus a pályán, akár meg mennyi a fizetése. Nem ez az első rendű szempont, még egyszer mondom, tehát ez csak egy része a mi munkánknak. Ezt az államtitkárság nem hajlandó meghallgatni. Itt azért látható módon elindult egyfajta kezdeményezés, amiről ön említett, ez a bizonyos emmi mostoha gyermekei. Ez egy köztes, egy ágazatok közötti összefogás. Ugyanakkor létezik a közoktatási kerekasztal, 11 szervezet képviselői ülnek ott, és elmondják, és mondjuk el egymásnak, és írjuk le azokat a véleményeket, álláspontokat, amiket eljuthatunk a minisztériumhoz. Válasz egyelőre nincsen. Itt vannak a tantestületek, nem csak ez a Miskolci Herman Otto gimnázium, megjelentettem az így, és úgy tudom, Budaörsön, és meg egy jó néhány iskola, az Imándi, azt hiszem talán Pátyom, vagy Török Balinton. Lehet, egymástól is bátorságot én kapnak, gondolom, hogyha választ nem kapnak, akkor legalább nyilvánosságot kapjanak. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm. Rövid reklám, aztán jövünk vissza, várom önöket. We'll be right back.